Sziasztok! Egy tipikus hibát szeretnék megmutatni az Electrolux mosógép, ennél az Electrolux mosógépnél. Elég gyakran előfordul, de nem csak ennél a típusnál, hanem akármelyik Electroluxnál elő tud fordulni ez a hiba. Mégpedig a hiba az, hogy ha így néz ki a gumink, akkor az azt jelenti, hogy a súly leesett, ami a mosógépen belül a dob elejére van rögzítve. Valószínű fölözültek a csavarok, és a súly, ahogy mozgott, kikoptatta a tartó bakokat, és egy idő után az egész súly így lezuhant. Azért van így, azért néz ki így a gumi, mert a súly nyomja lefelé a gumit. Tehát ez a baj a mosógépnek, ez meg lehet javítani, de ez már ehhez valószínű majd kell a dob első része, ami tartja a súlyt. Tehát ide már valószínű, hogy kell majd alkatrész. De megmutatom, hogy tulajdonképpen mi történt, meg hogy kell megjavítani. Tehát először is leszedjük a tetejét, hogy természetesen áramtalanítjuk. Aztán itt van két csavar hátul. Ezt a két csavar kitekerjük, akkor hátrafelé meghúzva lejön a teteje. Oké. Okay. És akkor hát nagyon nem látszik, de itt látszik. Ugye itt ez egy tartó bak, itt volt előről a csavar benne, és ez pedig ott lenne a súly, ami most le van esve. Eredetileg ez a súly ezen ült rajta, amiből van, azt hiszem, 4 vagy 5 darab. Azt hiszem 5 darab. És úgy nézem, mindegyik így le van esve, de attól függetlenül ez a tartóvak lehet, hogy még megúszta. Általában így leszokott törni így az egész egybe, az összes, és akkor utána nem lehet csinálni vele semmit, csak ezt a részt. Ez ugye egybe van a dobnak az egész dob két részből áll, és akkor ki kell cserélni az egész elejét a dobnak. Na, tehát le van szedve a teteje. Ha most ehhez a javításhoz szét kell szedni teljesen a gépet, ezt nem lehet anélkül csinálni. Ez a gép ugye két részből áll, akkor mutatom, hogy hol vannak a csavarok. Itt van egy csavar el mögött, ezt a pöcköti csavarhúzó ki lehet pattintani. Aztán itt van alul egy csavar, ott van egy csavar. Másik oldalon ugyanúgy pöcök mögött egy csavar. És itt van ezt a két csavart kell kiszedni, meg ugyanúgy a másik oldalon azt a két csavart kell kiszedni. Kiszedem, és akkor utána visszajövök. Na, kiszedtem a csavarokat. Ezt a csövet innen, a kifolyó csövet kipattintottam, akkor még ezt a műanyag cuccot kell innen kiszedni. Ott fogja egy pöcök, másik oldalon fogja egy pöcök, ennyi. És akkor ezt így előre szoktam hajtani. Ja, a másik. Ezt itt le kell szedni, itt van egy ilyen bilincs-szerű valami műanyag, ez fogja a gumit a házhoz, ezt így előre lehet húzni, és akkor ez az egész így kijön. Ennyi. És akkor le is lehet pattintani a gumit a házról. Na jó, hát ez a gumi. Ja, ott látszik a súly is. Ez a gumi, ez oda van. Itt a beton súlyt kidörzsölte, úgyhogy ezt a gumit ki kell cserélni. Na, tehát ki vannak szedve a csavarok, ez a műanyag
csőtartó, mit tudom én mi, ki van szedve, és akkor egy ilyen mozdulattal hátrafelé megrántjuk a hátsó részét, és akkor az így el lehet emelni tőle. Ezt rakjuk. Akkor ugye ki kell szednünk az egész dobot, ahhoz, hogy hozzáférjünk az elejéhez. Akkor itt ez a vízszintszabályzónak a csöve, ezt így simán csak így le kell húzni, semmi más. Ez a befolyó cső, ezt egy 7-es dugókulcs fogja, de majd, hogyha visszarakjuk, majd akkor ráérünk vele szórakozni, addig csak így le kell pattintani. Akkor a... nem forog a dob, ezt ilyet leszoktam szedni, mehet félre. Akkor a vezetékeket ki kell kötni, vagyis hát le kell csatlakoztatni itt mindenről. Oda kell egy csípőfogó. Itt van. Jó, próbáljuk meg nem elcsípni a vezetéket. Okay. Ez a motor csatlakozó saru, vagy mit tudom én mi, ez csak így lejön. Ugyanúgy a fűtővetét sarúja lejönnek. Akkor a földelő, és ez a hő érzékelő szenzornak a csatlakozója. Itt van egy pöcök, erre óvatosan, ezt óvatosan emeljük fel, és akkor utána ki lehet húzni. Akkor ennyi, le van kötve a dob. Még azt kell csinálni, hogy alul megmutatom, és akkor utána majd kiszedem. Itt alul, ott azt a bilincset kell kiszedni, és lehúzni a szivattyúról a csövet. Mert ha azt nem szedjük le, akkor nem tudjuk kiemelni a dobot. Úgyhogy ezt mindjárt leszedem, és akkor utána megmutatom a következő lépést. Okay, tehát le van szedve az a cső a szivattyúról, amúgy egy sima csavarhúzóval ki lehet lazítani a bilincset, és utána simán lejön. De arra vigyázzunk, mert ahogy lehúzzuk, egyből ki is fog folyni belőle a víz. Akkor a következő lépés, a legnyitcsillapítókat kell kiszedni. Na most én már ezt elindítottam, mert egy kézzel nem tudom megcsinálni. Ezt fogóval szoktam kihúzni. Az a titka az egésznek, hogy ott van az a pöcök. Az a pöcök, azt így be kell nyomni. Egyik kezünkkel benyomunk mögé, és akkor benyomjuk. Ott, benyomjuk azt a pöcköt, és akkor másik kezünkkel fogóval megfogjuk, és akkor ki lehet húzni a lyukból. Nagyon egyszerűen, most semmi érdekesség. Akkor utána ezt a teleszkópot elemeljük a dobtól. Ugye szintén ugyanúgy a másik oldalon, hogy így egy ujjal benyomjuk a pöcköt az egyik kezünkkel, a másikkal pedig kihúzzuk a stiftet, vagy mit tudom én mi ez. Okay. Akkor elő már leszedtem a csövet, ugye ami a gumihoz van csatlakozva, ez is két kéz kell. Tehát simán csak így szét lehet húzni. Ja igen, akkor a következő lépés, a rugókat kell kiakasztani. Ehhez szükségünk lesz egy csavarhúzóra, meg egy darab kábelre. Na most én ezt nem így szoktam csinálni, nekem már van ehhez szerszámom, arra ezt megállítom addig. Nekem van hozzá egy szerszámom, de most megmutatom, hogy otthon ti hogy tudjátok megcsinálni. Mindjárt felállítom a kamerát, és akkor megmutatom. Na, tehát kell az egy csavarhúzó, lehet, hogy a kisebbik. És akkor benyúlunk ide. Megpróbáljuk kézzel felemelni.
Nem, kézzel nem megy. Be kell nyúlni ide, csavarhúzóval. Fölfeszíteni a rugónak a tetejét, és bedugni a kábelt. Miután be van dugva, fogóval megfogni, áthúzni a másik oldalra, és utána így össze szoktam tekerni fogóval, és csak egyszerűen fölemelem a rugót, és ott a lyukon beakasztom. Ez az egyik fele, a másik ugyanúgy. Csavarhúzóval aláfeszítek, bedugom a kábelt, behúzom a kábelt körülbelül középre, így. Betekerem, hogy fogjon a fogó, és utána fölemelem. Fölemelem a rugót, és kiakasztom. Ennyi. Na most még itt én meg szoktam jelölni, bár itt most be van zsírozva, tehát látszik, hogy honnan akasztottam ki, de van három lehetőség. Tehát érdemes megjelölni, hogy tudjuk utána, hogy hova kell visszaakasztani. Akkor ezek után elvileg próbáljuk meg nem rárakni a csőnkre a dobot. Ezek után elvileg az egész így kifordul. Ennyi. És ugye a hiba itt volt, hogy a súlyunk, a beton súly, ami ez az, szépen leszakadt innen a tartó pakokról. Tehát a súly innen szakadt le, na most ezt a gumit is ki kell cserélni, ezt a gumit egy ugyanolyan, hát nem ugyanolyan, hanem ez egy fém, amit egy rugó, fém rugó fogja, de csak egyszerűen benyomunk alá, és kiemeljük, felhúzzuk az egészet, és akkor el is jött a gumi. Hát ez a, sajnos ez a gumi, ez úgy, ahogy van, rossz, ez kiszakadt, erre szükségünk van. Most itt van nekem egy még jó használt gumi. Ezt fogom felrakni. Itt van egy nyílszerű valami. Ezt ahhoz a nyílhoz, ami a dobon van, ahhoz a nyílhoz kell helyezni. Ezt a gumit, ha rossz a gumi, ezt a gumit mindenképp előtte ki kell cserélni, mielőtt visszarakjuk a súlyt, mert utána ezt nagyon nehéz visszarakni a rugót. Ugye ennek van egy pereme, oda a perembe. Ezt a peremet kell ráhelyezni a dobra. Ez kicsit macerás, meg is állítom addig, fölöslegesen ne menjen. Na, tehát felraktam a gumit. A peremet kell behelyezni helyére, a műanyag házra, és akkor utána az a rugós gyűrű fogja. Ezt csak így szépen rá kell feszíteni. Lehet húzni bátran, mert rugó. Oké, ennyi, fel van a helyén. Akkor ugye itt vannak csavarok, amiről leszakadt a súly. Ezeket kitekerem gyorsan. Most én abban a szerencsés esetben vagyok, hogy úgy nézem, hogy nem kell kicserélnem az egész dob első részét, mert ha ki kell cserélni, akkor ezt körbe itt az összes csavart ki kell szedni, és akkor az egész így eljön tőle, és akkor az újat ugyanúgy visszarakni. Nem árt szilikon,
szilikont rakni, a dob alsó, a dobház alsó és a dobház felső rész közé, ahol csatlakozik, oda szoktam szilikont rakni, és akkor mehetnek vissza csavarok, és akkor mehet rá a súly. De most szerintem nem kell kicserélni. A súly egyféleképpen tud rámenni, nem lehet rosszul rárakni, mert a lyuk elosztás úgy van kitalálva. Na most ebben az esetben azt szoktam csinálni, hogy ez eléggé laza, hogy ragasztóval beragasztom. Tehát ragasztóval beragasztom, ez így ilyen, hát nem tudom, szög helyett fához, de mindenféle építkezési anyagokhoz jó tulajdonképpen. Itt azt mondja, hogy ragad fához, téglához, betonhoz, ilyen, mindenféle kerámiához, mindenféle szírszarhoz ragad. Úgy szoktam csinálni, hogy megfogom, ugye már a csőre az már hiányzik, mert beszáradt. Ide rárakom a lyukra, és nyomok bele egy-kettőt mindegyikhez. Így. És ez elvileg lemegy az aljára, ha jól csinálom. Mármint a... ahol bemegy a csavar. És akkor utána mehetek vissza a csavarok. Próbáljuk meg jól meghúzni. De úgy, hogy még ne szakadjon ki a menet. Nagyon óvatosan, mert ha túltekerik, akkor be tud menni a dobba, de mondjuk van ott még falvastagság, de azért óvatosan. És akkor ennyi. Most ezt így jó lenne hagyni állni, amíg teljesen megköt a ragasztó, de hát tulajdonképpen benne a helyébe is meg tud kötni. De amúgy ez már magában, na biztos vagyok benne, hogy nem voltak meghúzva ezek a csavarok normálisan eredetileg, úgyhogy már magában jó lenne, de azért a ragasztó majd úgy meg fogja fogni, hogy ezt már többet szétszedni szerintem nem lehet. És akkor a visszamenetel az ugyanígy. Ugye. Behelyezzük a helyére. Nem könnyű, de hát szerintem egy ember simán meg tudja csinálni. Akkor utána ugyanúgy a rugó bejátszuk a kábelünket, ahol a rugónak be kell majd ülni. Beaggasszuk a kábelt a rugóba. Erre figyeljünk, hogy a pöcök jó helyen legyen. Ugye nekem leesett, de mindjárt visszarakom. Ordítva.
Oké. Okay. Jó, hol a fogó? Jaj, fogom. Oké. Okay. Fogóval megfogni, és akkor föl lehet emelni be a lyukba. Most arra azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy ide még berakok egy csavarozót. Berakom a rugóhoz a csavarozót, hogy ki tudjam húzni a vezetékemet. Utána felkasztottam a rugót, be van rakva a csavarozó, és akkor ki tudom húzni a vezetéket, és most meg ki tudom húzni a csavarozómat. Mindkét oldalt ugyanígy. De nem ártott volna hosszú a vezeték, de mindegy, jó az is. Ennyi. Akkor miután beakasztottuk a rugót, ezt a vízszintszabályzónak a csövét csak simán így vissza lehet dugni, mindenféle fogó segítség nélkül. Ugye, ott van, csak rá kell dugni. Akkor itt a lengés csillapítónál azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy ezt a betétet, ezt a műanyag betétet, ami a lengés csillapítóban van, így körömmel kihúzom, és átfordítom 90 fokkal, mert ugye ez mindig így volt, egész életében a mosógépnek így volt, és ez itt már kicsit ki van kopva. Tehát így megfordítom át 90 fokkal átfordítom, és akkor ez meg itt egy eléggé feszes lesz. És akkor mehetnek be a stiftek. Addig kell nyomni, amíg teljesen benn át nem ér a pöcök a túloldalra. Jó, hát is ért, tehát az ott biztosítja, hogy ne tudjon kijönni. Akkor a másik oldalt ugyanúgy. Körömmel benyúlok, kifeszítem. 90 fokkal átfordítom, visszanyomom. Mehet be a helyére. Mehet be a pöcök, a stift. Benyomom. Oké, franco, ennyi. Akkor ugyanúgy mehetnek vissza a vezetékek. De mielőtt a vezetékeket visszarakjuk, én vissza szoktam rakni a szivattyú csövét. Visszarakom, és utána visszajövök. Na, tehát a cső vissza van rakva, meg van húzva a bilincs. Ott, arról beszélek. Arra figyeljetek, hogy a gumit rosszul is föl lehet rakni. Na most itt pont látszik, hogy a guminak van egy ilyen, vagyis hát tulajdonképpen két ilyen kis csöcse, ami a szivattyú házra rácsúszik. Tehát annak a guminak, mindegy, majd látjátok, arra figyeljetek, hogy ugyanúgy rakjátok vissza, ahogy leszettétek. Mert problémák lehetnek belőle, hogyha nem. Úgy kerül vissza. Akkor én már előfőraktam a csövet, amihez két kéz kell. Ha ide kentek egy kis ragasztót, akkor könnyebb összedugni ezeket a csöveket, és akkor nem kell itt a bilincset rongálni, mert akkor új bilincs kell, ez ilyen egyszer használatos bilincs, úgyhogy azt meg lehet úgy oldani anélkül. Akkor a vezetékek mehetnek vissza.
mindenki a helyére. Ugye az oda. Akkor a motornak a földje. Oda. Akkor ide egy föld. Kábel. Akkor ugye a szenzor. És akkor a két betét. A fűtőbetét csatlakozó. Ennyi. Akkor ezt a kábelkötegelőt pótolni kell. És akkor a csatlakozásról ennyi. Akkor most már ugye forog a dobunk is. Bár mondjuk benne van a bilincs. Mehet vissza a szíj. Most egy kézzel nem valószínű, hogy vissza tudom rakni. De akkor még esetleg megmutatom ezt a gumit. Na tehát ezt a gumit így a peremet ki kell hallítani a gumin. Érdemes itt fölül kezdeni, ahol a cső van, mert ott a legfeszesebb. És akkor így szépen mindenhol rájátszani a gumit a mosógép peremére. Oké, így körbe. Ennyi. Akkor a bilincsünk az szintén csak egyféleképpen tud rámenni. Méghozzá így. Így kell, hogy rámenjen. Akkor csak így simán ezt így össze kell nyomni. Addig, ameddig bírjuk. Ennyi. Pörög a dobunk, akkor mehet rá a szíj. Figyeljünk arra, hogy hol fut. Mert ugye a motoron van több lehetőség, hogy hova rakjuk. Bár általában, megmondom őszintén, általában az utolsó karikába szokott lenni. Akkor ezek után ezt a befolyó csövet játsszuk vissza, ugye akkor mondtam már, hogy egy 7-es dugókulcsra lesz szükségünk. Akkor most leszedhetjük ezt a bilincset 7-es dugókulcssal, ha sikerül. Ki szoktam szedni teljesen. És akkor ezt itt így rájátszom, ugye itt is van egy nyíl fölfelé. Most ugye ezen a házon nincsen, de akkor itt egyértelmű, hogy ezt teljesen fölfelé kell mutatnia. Ja, itt is van egy nyíl. Na, ez meg erre akkor. De ez biztos, hogy erre, tehát ezt másképp nem lehet fölrakni. És akkor utána arra figyeljünk, hogy az még a bilincs jó legyen rajta, mert ez itt eléggé kicsike a pereme. Ennyi. Rá a bilincset, vissza a csavar. Ez teljesen meg lehet húzni, ez itt teljesen összeér a bilincsünk, ott a műanyag. Ennyi. Oké, ja, oda kell egy kábelkötegelő alulra. Berakom azt a kötegelőt, és akkor utána mehet rá a ház. Ilyenkor szoktam még csinálni egy ilyen végső ellenőrzést, hogy minden csövet meg minden kábelt visszaraktam. Tehát a befolyó cső, a vízszintszabályzó cső, a két rugó helyén van, alul a szivattyú cső helyén van, a kábelek helyén vannak, szíj helyén van, a teleszkópok helyén vannak, úgyhogy mehet rá a ház. Hát tehát ráraktam a házat, ugye visszaraktam az összes csavart, az oldalra is, hátulra is, rá van rakva a teteje, vissza a csavarokat, tehát mindent ugyanúgy, ahogy leszedtük. És akkor rá is kötöttem már. Beraktam egy adag ruhát, és akkor csináljunk egy tesztet. Ugye... Ups, jó. Yeah.
Most ez egy ilyen elég nagy szerelés után mindenképp csinálni kell egy tesztmosást, mielőtt visszarakjuk a helyére. És figyeljünk arra, hogy nem-e folyik valahol alul a víz, meg hogy normálisan végigcsinálja a programot. Oké, hát ennyi. Ha van kérdés, akkor kérdezzetek nyugodtan. Remélhetőleg valaki számára hasznos volt ez a videó. Majd megjelentkezek, sziasztok!